Az egyik közösségi oldalon és egy Jobbikhoz köthető portálon is üzent a miniszterelnök környezetének Simicska Lajos fia. Simicska Ádám szavai hasonlóan csengenének, ha tűrnék a nyomdafestéket, mint apja emlékezetes mondatai az úgynevezett G-napon. A nagyvállalkozó családja azt állítja, hogy lesi fotósok figyelik az otthonukat, különösen azóta, hogy a Jobbik kormányellenes plakátjai ellepték az országot. A napokban lepték el az utcákat a Jobbik új plakátjai, amelyek szinte kivétel nélkül a kegyvesztett nagyvállalkozó Simicska Lajos média felületein láthatóak. A Simicska családot azóta állítások szerint lesi fotósok zaklatják veszprémi otthonuknál. A nagyvállalkozó fia hétfőn fakadt ki a Jobbikhoz köthető zsurpubi.hu-nak. Lényegében megfenyegette a hatalmon lévőket. Milliméterenként lesz levágva a f***a annak, aki gyerekeket kever politikába. Az ifjabb Simicska közösségi oldalán Habony Árpád üzlettársának, Győri Tibornak is üzent, apját idézve azt írja. Ezért kibelezlek titeket. Kell ez neked, Tibi? A Simicska család otthon a Veszprém fő turista látványossága mellett fekszik, ahol szinte percenként feltűnik valaki egy fényképezőgéppel. Közülük bárki lehet paparazzi. Jönnek ám itt össze-vissza, de az, hogy paparazzi vagy nem az... Hát fotósok. Sőt, rengeteg jár erre. Rengeteg. Hát itt a vád. Igen. Itt össze-vissza minden. Igen. Azt, hogy melyik a paparazzi, azt én nem. Lesi fotósokat stábunknak sem sikerült azonosítania, ezért tovább kérdeztük a szomszédokat, de ők inkább csak a vállalkozott családját szokták látni. Tegnap láttam őket innen kijönni, de úgy tudom, hogy ezt a 8-asat vették meg. És ilyen ismeretlen arcokat szokott itt látni, akik fényképezőgéppel kalózkodnak, ilyen paparazzikat? Nem, nem, igazából nem szoktam figyelni. De se láttam, nem tudom, miről beszél. Nem szoktak látni az elmúlt napokban egyáltalán senkit? Hát mondjuk hétvégén nem vagyunk mi, aha, de, ja, de nekünk semmi nem tűnt, nem is hallottunk róla. Becsengettünk a Simicska családhoz is. Hát úgy látszik, itt senki nincs itthon, legalábbis senki nem nyit ajtót a csöngetésünkre. A nagyvállalkozót telefonon is próbáltuk utolérni, de csak egy visszahívást tudott ígérni a titkárnője. Simicska Lajos a hvg.hu-nak az Orbán kormányra utalva azt mondta, ez egy büdös bűnöző banda, amelynek el kell takarodnia. A nagyvállalkozó hangsúlyozta, nem állt be a Jobbik mögé, de szerinte 2018-ban csak ennek a pártnak van esélye legyőzni a Fideszt. A Simicska Jobbik összeborulást az ellenzéki párt is tagadja. Nyilvánvaló módon nincsen paktum Simicska Lajos és a Jobbik között, tehát ilyen támogatási teóriákat egyébként fel fognak önök vetni a következő fél évben, egy évben, nincsen ilyenről szó. Az ATV.hu munkatársának Orbán Viktor sajtófőnöke a Simicska család üzeneteivel kapcsolatban azt mondta. A miniszterelnök az ország és a magyar emberek ügyeivel foglalkozik. Eddig sem reagált a személyes jellegű, személyeskedő támadásokra, és ezután sem fog. Kerestük Győri Tibort is, de ő sem kívánt reagálni az üzenetekre.